Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Hűha, ezt most tudnod kell. Miről van szó, ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez a kép itt utal a te jelenlegi helyzetedre. A háttérben látható egy park, és ha megnézzük ezt a képet, akkor érezhető itt, hogy ez olyan, mint egy labirintus. És ez azt jelenti számodra, te benne vagy ebben a labirintusban, és keresel egy kiutat, keresel egy megoldást. Itt erről az arany érméről van szó, tehát kell rendezni az anyagiakat. Ha anyagiakról van szó, akkor az összefüggésben áll a munkával, a hivatással. Az is lehet, hogy te ott fogva érzed magad, mint egy labirintusban, és keresel egy új lehetőséget, mert szeretnél valamit változtatni a munkát illetően. Amit ez az arany érem még jelent, a belső értékek. És a kapcsolatokról, vagy párkapcsolatról van szó, akkor fontos most számodra, hogy megkapd az elismerést. Mert ha nem így van, akkor is fogva érzed magadat ebben a labirintusban. Ez a kép utalhat egy bírósági ügyre. Itt kell egy megoldás, de ez a kártya jelenti a változásokat, a megújulásokat is. Tehát ebből a helyzetből lesz egy kiút. Itt ugyan ez a szürke szín jelenti a félelmeket, a bizonytalanságokat, tedd át ezeken az érzelmeken magadat, hiszen ez nem tesz jót neked, és akkor lesz itt egy megújulás, ott látható a fény, a megoldás, a segítség. Mint ahogy ez a hölgy egy új irányba tekint, így lesz nálad is. Hiszen visszatérve erre a kártyára jelentheti azt is, hogy a múltban igazságtalanságok értek tégedet, és ez is úgy fogva tartott, de ezt te most szeretnéd lezárni. Itt lesz egy új kezdet akkor is, ha még mindig olyan bizonytalannak tűnik valami sikerül, vagy sem, de mégis jó, jót fog tenni neked ez a változás. Mielőtt lépéseket teszel, mielőtt lesz itt egy új kezdet, húzódj kicsit vissza, és meditálj a dolgokról. Képzeld el, hogy hogy szeretnéd ezt megvalósítani. És ha megvan ez a belső hit, ez a belső nyugalom, akkor engedd el a dolgokat, mert ezek kialakulnak maguktól. Itt látható egy fiatal férfi, aki közeledik hozzád, és átnyújtja ezt a kelyhet, ami utal az érzelmeire, tehát nyitott érzelmekről beszélni. A kártyáknak van szimbolikus jelentése is, és jelenthet idősebb embert is, de akkor az a lényege ennek a kártyának, hogy itt lesz egy új kezdet. Itt lesznek megújulások, újdonságok. Te érezni fogod ezt a közeledést, te is kimutatod az érzelmeidet, hiszen itt vagy látható, mint egy királynő, és uralkodsz a kelyhek felett,
És az jelenti a víz elemét, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Amit ez a kártya még jelent, ez egy spirituális terület, vagy kreativitét, hiszen ez a hivatás szintén az érzelmekkel áll összefüggésben. Ami viszont a párkapcsolatot illeti, itt lesz közeledés. Ezen a képen is te vagy látható szimbolikusan, és uralkodsz a tűz eleme felett. Tehát meg lesz az életerőd, meg lesz a bátorságod ahhoz, hogy a terveidet megvalósítsd, úgy, ahogy itt elképzeled, és a háttérben a hold és a csillagok segítenek ebben, hiszen a csillagok szerencsét hoznak, és visszatérve erre a kártyára, a tűz eleme, ahogy te itt kimutatod, jelenti ezt az életerőt, ezt a bátorságot a párkapcsolat területén, természetesen a testi kapcsolatra utal. Ami itt még látható, ez a papír tekercs, az jelent egy hírt vagy egy szerződést. Itt, ezen a képen egy uralkodó nő látható, hasonlóan, mint ezeknél a kártyáknál. Uralkodni fogsz a helyzet felett, uralkodni fogsz a gondolataid felett, a terveid felett, az érzelmeid felett, átteszed magad a félelmeken, meg lesz az igazság, egy új kezdet, te kiharcoltad ezt, és mindez itt teremni fog, hiszen ez a kép utal arra, hogy itt gyümölcsözni fog valami, itt lesz termés, itt növekszik valami. Úgy, ahogy te ezt elképzeled, a terveidet meg tudod valósítani. És mi a fontos, amit ez a jóslás még közölni szeretne veled, erre most odafigyelünk, és itt látható ezen a kínai kártyán, hogy ez a férfi átnyújtja számodra ezt az aranyérmét. Az lehet, hogy segít valaki neked az anyagiakat illetően, vagy lesz egy munkahelyi változás, több pénzt kapsz, vagy egy új kezdet, egy jó ajánlat, és ami a kapcsolatokat, vagy a párkapcsolatot illeti, megkapod az elismerést. És ez volt itt a kezdet, a jelenlegi helyzetet is. Amit ez a két kártya még jelent, a föld elemét, és a föld eleménél mindig reális dolgokról van szó. Tehát ez az álomkép, ez az új kezdet ahhoz vezet, hogy meg tudod valósítani az álmaidat. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!